úgy hozta a visegrádi négyes együttműködés politikai naptára, hogy ránk jutott az elnökség, ez az egészségügyben azt jelenti, hogy folytatjuk azt a kreatív, konstruktív szakmai beszélgetést, amit a visegrádi négy partner országok örökül hagytak ránk, tehát együtt dolgozunk velük. Ez egy kibővített ülés volt, hiszen Csehországon, Lengyelországon és Szlovákián kívül Ausztria, Horvátország és Szlovénia egészségügyi vezetői is itt voltak velünk, és az országokból érkezett felső vezetők négy témát tárgyaltak végig. Az egyik általában véve az ellátórendszerek, az egészségügyi rendszerek modernizációja, fejlesztése, hatékonysága, fenntarthatósága volt. A másik egyfajta közös fellépés, hogy hol tudunk együttműködni a fejlesztések, a kutatás-fejlesztés területén például. Közös témánk, a harmadik téma, régóta közös témánk az emberi erőforrás kérdésköre az egészségügynek, úgy az orvosi, mint az ápolói szakmákban, és azt is megbeszéltük, hogy egyik-másik ország egészségpolitikai intézkedései milyen hatással lehetnek a partnerországok munkaerőpiacára. Szintén beszéltünk a határon túli ellátásokhoz kapcsolódó jogszabályalkotásról, és azt lehet mondani, hogy egy nagyon konstruktív, nagyon nyitott, közös problémafeltárás, megoldáskeresés, az egymás jó megoldásaiból való tanulni vágyás határozta meg a tanácskozást, és megállapodtunk abban, hogy egyfajta így az egészségpolitikában közös kezdeményezésekkel élünk, és a szakmai együttműködést közös akaratból szorosabbra fűzzük a következő időszakban. Ennek csak egy példáját hadd mondjam. Osztrák kollégám, ő az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokért felelős az uniós államtitkári körben, és a mi informatikai szakértőink éppen Bécsben járnak, és néhány héttel ezelőtt pedig Horvátországban nézték meg az elektronikus receptrendszert, hogy hogyan hangoljuk ezeket a kérdéseket Magyarországon. Tehát ez egy a mindennapok során élő együttműködés, ami számunkra most ez egy újabb találkozási pont volt.